Októberben az átlagnyugdíj 5350 hrivnyát tesz ki Ukrajnában, a még dolgozó idősek esetében ez az összeg 5614 hrivnya, közölte a nyugdíjpénztár. A nyugdíj átlagos összege több mint 20%-kal nőtt az orosz invázió tavaly februári kezdete óta, ám az ukrán nyugdíjasok harmada továbbra is kevesebb, mint 3000 hrivnyát kap havonta. Az ukrajnai idősek 21%-a részesül 3000 és 4000 közötti juttatásban, 23%-uk kap 5000 és 10000 hrivnya közötti összeget, míg 10%-uk nyugdíja meghaladja a 10000 hrivnyát is. A nyugdíjpénztár adatai szerint az országban 10,5 millió nyugdíjas él, akik közül mintegy 3 millió aktívan dolgozik.